Jaj, jó reggelt, de jót aludtál. Jaj. Nézzük meg a postaládát. Azta, na azért milyen reggel van. Figyelem. Figyelem. Itt lesz a világ vége. A folyó mellett van egy vészverem. Az 1500-as évekből. Oda kell menni. Siess, ha OP vagy. Hát, egyelőre már sokat kaptam. Szóval itt lesz a világ vége. Ennek a szép erdőnek. Ennek a szép falunak. Mindennek vége. Hát, szólok. Uraim, itt lesz a világ vége. Jöjjön gyorsan a folyóhoz. Igen is! Hát, szegények meg gondolom, hogy amit se tudnak. Meg fenn igaz. Már valaki már meghalt. Na. Akkor gyors, menjünk oda. Hát már most eléggé rossz hír az, hogy hát itt a világ vége, és nem vagyok rá felkészülve. Nem kéne szólni. Ebben a biztos fogalva, hogy ugye úgy is úgy csengenének be. Jó, akkor gyorsulásunk. Az a lényeg, ott mit csinál? Jaj, sok ló van itt. Nagyon sok ló van itt. Nem mondom, hogy rossz. De már egyelőre azt se tudom már, hogy merre van a folyó. Jaj, de tényleg merre van. Jó lenne tudni, mert akkor gyors mennék oda. Na, nem látok. Akkor gyors mennünk. Ha itt a világ vége, akkor én sietek. Jaj, megérkeztünk ide is. Nem tudom, hogy el kell szerintet ez a bunker. Mert hallottam már ilyenekről. Jó napot, uraim! Ez itt a pénz bunker? Igen, uram, jó? Igen, uram, jó helyen jár! Köszönöm. De jó, be is kell, hogy látszik törnöm ide, szó szerint. Na, akkor itt kezdem inkább. És, uraim, vannak benn? Igen, már sokan mentek. Már sokan ott vannak benn, és várják, hogy jöjjön a világ vége. Hát, ez nem valami jó hír. Hát egyáltalán nem. Nekünk meg azt a parancsot adták, hogy álljunk itt, addig, amíg meg nem halunk. Hát, uraim, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez szívás. Hát, az. Na, akkor... Sokjából váltattál rám. Jól van, ne legyen már velem kedvesen. Akkor sokjuk be az ajtót. Jó napot, uraim! Jó napot! Amik is ide jöttek a világ végére? Hát igen. De jó hely. Szimpatikus. Más szeretem. De jó, mi van itt? Ó, gondolom, hogy itt a kajáda. Jó. Jó napot! Jó napot! Nem mondom, pénzre szedtem volna. Hát, ez igen. Nem tudom, mi lesz. Hát akkor megyünk, nézzük a videót is. Igen, sajnos erre a sorsra jutunk mi is itt a végén. Mire? Hát, képzelj el, uram, hogy az összes felderítőnket elköltük, és mindegyik meghalt.
Így nincs már kiküldeni, hogy felfedezze, hogy van-e még valahol élet ezen a bolygón. Hát, az nem jó hír. A halátom is zöldek a felfedezők. Mit zöld emberke? De tényleg nincsenek. De ezek, akinek ott élet a végéig, ott kellett állni. Na, ő itt egy felfedező. Jó napot, uraim! Jó napot! Maga zöld ruhás, maga miért nem felfedező? Azért, mert én itt dolgozom, hogy mindenkinek legyen ennivalója. Ja, hát köszönöm. Hol van az úr? Itt is van zöld. Jaj, a párja, bocsánat. Uram! Igen? Gondolkodtam, és arra vállalkozom, hogy majd én kimegyek, és majd felfedezem, hogy van-e még élet, és hozok, hogyha van. Jaj, nagyon köszönjük. Akkor vegye ki az ön rajz, ön cuccait a ládából. Ott van az utca végén. Hát nagyon utca, nagyon utcára hasonlít. Ön itt mit csináltak? Csúnya, te fiú vagy te. Meg te is. Na. Hát igen, azóta eltelt jó sok év, egyetértek, de milyen poros. Ez is. Hát pókhálós. Majd kitakarítom a őrök listát. Azt azon is edzések. Így. Mi lehet ott kim, hogyha ilyen cuccokat adnak? Élettoteme, gyógyítások. Minek nekem? Hát jó, hát akkor kimegyek. Utoljára eltekettől a kedves nénitől, aki folyton repetált adott suniba, és ezt a rohadt almákat kell lenni. Hát akkor nyissunk ki. Jaj, arra emlékszem, hogy leestem itt. Jaj, maguk azok, uraim? Igen, mi vagyunk azok. Miért ilyen a hangja, uram? Hát, nem mindjárt meghalok. Nem volt víz. Hát de én tudok adni. Miért nem szólt hamarabb? Ott van kettő. Tessék. Kérem a társamnak is. Velem élt. Jó, van, én adok a társamnak is. Hát, nem mondom, elég csúnyán néznek ki maguk. Köszönöm. Igyák meg, és szolgáljanak tovább. Igenis. Az ott vélyek, és a zombi lovak, rengeteg gyönyörű ló, a falu. Hát itt tényleg nincs élet. Hogyha bizonyítani kell viszont ezeket a botokat. Jaj. Jó, megittem. Szegény. És ez? Jaj. Jaj, gyere, nem megyek. Jaj, fennakadtam. Jaj, szegény lovak. Hát itt nincs élet, elviszem a kaktuszokkal. Bizonyítékul, hogy más nincs, de azért viszek ebből is. Hát, ha valamit ki tudnak belőle hozni, az a maradék kettő tudós, aki, hogy is mondjam, segít, lehet szemültem feltállalni. Jó. Mik azok? Szok cserjék! Haj,
Én ezt nem bírom nézni. Bocsánat, értetek teszem. Ez nagyon ronda volt. Aj, és úgy. De nézzük már, ezek cserjék. Ezt nem akarom látni. Hogy ezek itt haldokolnak. De ezek cserjék! Újra kivirágoztak. Gyors felszedem őket. Mi? Arra is vannak. Szegény kis ló az a munkájában. Szerintem ennyi már elég, de vannak nyulak is. Vagy nyulak. Akkor gyere, te van nyúl! Te nyúl, gyere csak velem! Én csak az emberiségen segítek. Igaz, hogy nem rajtad, de jó, tudok vinni húst is. Rendes húst, nem vegyi anyagokból összeállítottad. Ó, ezek a lovak. Majd hívom ki a többi népet, és kiszedjük ezt is itt. Úgy meg nem fogom. Vér, ki tudja mi vére. Lehet, hogy a falu állatai, vagy a náza emberei. Uraim, megmenekültünk! Találtam mindent, tessék itt ennivaló! Egyenek bőven! Lesz itt minden! Különben ez az az alma, az egyetlen, ami még megmenekítettek a nagy hogy is hívják előtt, világvége előtt. Vegyem át fel, uram, hogy milyen béna maga, egy kancsal is, úgy látom a vizét se itta meg. Hát akkor gyorsan menjünk. Nyíljon ki ez a nyomvat kapu. Erre rá 10 évre, megépült minden, ami kell. És az erdő is visszát is telepítették, és visszaépült a náza, a falu, újra megindult a termesztés. Az erdők újra virágoztak, az állatok újra éltek, a bányák újra működtek, és mindenki boldogan élte az életét. Eközben bekenyedj.